A városban régóta problémát okoztak az OEP tetőzetén fészkelő galambok. Ürülékükkel beszennyezték a falakat és a járdaszakaszt is, de az is előfordult, hogy az óvatlan gyalogosoknak okoztak kellemetlen perceket. A napokban alpinisták dolgoznak az épületen. Információink szerint a szakemberek nagy nyomású vízsugárral tisztítják meg a házat a galambürüléktől és a madártetemektől. A munkálatok idejére a gyalogos forgalom elől lezárták az érintett járdaszakaszt. Híradónk a munkálatokkal kapcsolatban megkereste az illetékes Budapest főváros kormányhivatalát. Azt ígérték, hamarosan válaszolnak.